Sziasztok! Üdv újra a csatornámon! A mai videóban az eBay-ről rendeltem pár dolgot. Remélem tetszeni fog, ha érdekel, tartsatok vele! Nos, az első, amit rendeltem, az egy ilyen szilikonos pohárra rakható csőr, segíti a gyerkőcöt inni. Hoztam egy poharat, hogy meg tudjam mutatni, de mielőtt megmutatnám, elsősorban van a tetején, illetve a közepén egy-egy lyuk, ezáltal nem folyik ki, mert így levegőt kap. Elég nehéz rátenni a pohárra, és Gabriel nem volt hajlandó inni belőle, ugyanis mindig behajlik. Tehát bármilyen szorosra próbálod rárakni, egyszerűen ő nem is érdekelte, és azóta sem tudom rávenni, hogy pohárból igyon, csak az a biztonsági pohárból hajlandó inni. Nos, hát ez így nézne ki a poháron. Teljesen szilikon, úgyhogy könnyen tisztítható is, és tényleg nem folyik ki belőle az üdítő, úgyhogy teljesen megéri. 2 darab van egy csomagba, és hát a linkeket megtaláljátok a leírásba, de minden esetre felhívom a figyelmeteket, hogy nekem azért volt ingyenes a postaköltségem minden esetben, tehát minden dolog, amit rendeltem, ingyenes volt a postaköltsége, ugyanis nekem angol címen vagyok regisztrálva, ezáltal így hozzám ingyen jön. Nem igazán érte meg ez az árát, mert nem használjuk, tehát ez most jelenleg nekem is pénzkidobás volt, de nagyon gyorsan itt volt, nagyon gyorsan volt rá szükségem, csak ezért rendeltem meg az eBay-ről. Biztos vagyok benne, hogy máshol sokkal olcsóbban megkaptam volna, de sokkal többet is kellett volna rávárnom, úgyhogy számomra ez nem érte meg, pedig minőségileg nagyon jó. A második dolog, amit rendeltem, viszont azzal nagyon meg vagyok elégedve, szintén egy szilikonos forma, többféleképpen lehet használni. Én a kisautó minták miatt rendeltem meg Gabriel második szülinapjára, a tortáját itt látjátok a képen, ami már készen van. Nagyon jól mutatnak rajta a kisautók. Én csokit öntöttem bele, és az lett a torta tetején, de lehet szappant, marcipánt, ki mire gondol, tehát akár a muffinnak a tésztáját is belerakhatod, és egyúttal be a sütőbe, és akkor pici kisautós muffinok lesznek. Teljesen meg vagyok vele elégedve, könnyű tisztítani, teljesen szilikon, mutatós, és könnyű utána a csokit is díszíteni, akár ételfestékkel. Bár én azt nem csináltam, de így is nagyon jó volt. Aztán a harmadik dolog, amit rendeltem, kicsit kanyarodjunk el a baba témáról. Kipróbáltam ezt, mivel hogy már ki van bontva, csak visszadugtam, mert körülbelül annyit is ért, hogy kivettem és beletettem. 2 darab van egy csomagba, én azt rendeltem meg. Egyáltalán nem éri meg az árát, ugyanis ez a szőrtelenítő szivacsnak, hát nem is tudom már mennyiért vettem, mindegy, lényegtelen, teljesen kisebesedett tőle a kezem, pedig úgy használtam, ahogy az elő van írva, nedves bőrre elkezdett dörzsölni, és leszedi a szőrt. Na most hozzáteszem, ez működik, de én amondó vagyok, hogy nagyobb fájdalmakkal jár utána, mint egy epillátoros gép, úgyhogy ilyen szempontból nekem nem érte meg, hogy sokkal jobban fáj utána, mint addig, amíg csinálom, de működik, úgyhogy döntsétek el ti, hogy számotokra megéri-e. És akkor a negyedik dolog, amit rendeltem, az egy ilyen kis tasiba jött. Ezek az arctisztító korongok, többször használatos, kimosható, plüssös az egyik fele, háromfajta színt kaptam, összesen 16 darabot, kéket, rózsaszínt, illetve fehéret kaptam. Az egyik fele különböző felületű. Tehát az egyik fele ez a plüssös, nagyon puha, esküszöm, mint a plüssállatok ugye a gyereknek, a másik fele pedig ez a normális vászonanyag. Teljesen megértem, még nem próbáltam ki úgy igazán, de nagyon praktikusnak találom azt, hogy használat után igazából a saját kis hálós zsákjába kell belerakni, behúzom és mehet a mosógépbe, tehát többször használatos, ezáltal környezetbarát is, és szerintem még talán jobb is, mint az eredeti arctisztító korong, amit ugye megveszek a boltba, és utána kidobálom a kukába egyrészt, másrészt meg szétfoszlik ugye az arctisztítótól, úgyhogy ezzel teljesen meg vagyok elégedve, nem is volt drága, a linkeket megtaláljátok a leírásba. Az ötödik dolog, amit rendeltem, már kibontottam, kék csomagot kaptam egybe, tehát összesen ez 10 darab, kettesével van ugye a színek benne, rózsaszín, fekete, kék, lila és zöld, és mindegyikből 2-t kaptam. Most a rózsaszínnel megmutatom nektek, ez egy icipicire összecsukható válfa, ez utazásnál nagyon praktikus, tehát tényleg, ha így van, akkor akár cipő, papucs száradhat rajta, mosás után nagyon jó, mert én is mindig csak kiteszem az ablakpárkányra, aztán vagy megszárad, vagy nem, de így ráhúzom és tökéletes. Aztán így gyerekválfaként funkcionál, úgyhogy Gabriel összes ruhája rámegy, és ha nyitok rajta még egyet, akkor viszont a felnőtt ruhák is kényelmesen elférnek rajta. És összecsukott esetben a legkisebb bőröntbe, illetve táskába is teljesen, tökéletesen belefér, kis helyen hordozható, és szerintem teljesen praktikus. Nekem megérte, most van belőle 10 darab, úgyhogy az igazából a következő nyaralásnál biztosan jól fog jönni. Igazából teljesen műanyag, azt azért el kell mondanom, tehát nem valami stabil, de arra, amire nekem kell, tehát a ruhákat teljesen kényelmesen megtartja. És a hatodik dolog, és egyben az utolsó, amit rendeltem, ez a cuki kis kapszula, hát erre nagyon kíváncsi voltam, mert lehetetlenség volt elképzelnem, hogy fér bele, és hogy működik. Na most ez a kapszula egy mini esernyőt rejt, aminek plusz egy vízhatlan zacsia van, és maga az esernyő. Most megnézem nektek, mert most ebben nem vagyok biztos, de az esernyő az maga 18 centi és 4,5 centi széles, tehát a legkisebb táskádba is kényelmesen elfér, aminek én viszont nagyon örülök, főleg most, hogy azért mindenhova gyerekkel megyek, meg mit tudom én, és nyitott állapotban 53 centi magas, tehát eléggé kicsi ahhoz képest, hogy egy esernyőről beszélünk, azért jó, hogyha befér alá az ember, és ezáltal azt hittem, hogy nem fogunk elférni, de 85 centi széles, tehát 2 ember kényelmesen elfér alatta, ami viszont meglepő egy ilyen picike esernyőnél, tehát akkora, mint a tenyerem eredetileg, tehát összecsukott állapotban a tenyeremben elfér, nagyon könnyű. Eredetileg babonás vagyok egy kicsit, de azért kinyitom és megmutatom, mert hát miért ne, na? Talán ennél rosszabb már úgysem jöhet. Az anyaga nagyon vékony, rózsaszín kívülről és fekete belülről, elég könnyen nyitható, a kialakítása miatt nem fújja fel a szél, tehát igazából nagyon nehezen. A belsejénél, mint látjátok, ugye ez a megtörés rajta meggátolja azt, hogy ugye, hogy visszahajoljon, de szép, kényelmes és nagy. Tehát a fogó része is ugye kerek, hogy beleférjen a kis dobozába, de viszont teljesen vízálló, ami viszont egy esernyőnél nagyon fontos, mert volt már olyan esernyőm, ami átengedte a vizet, úgymond a párát igazából, de ez felül minden elképzeléseimet felülmúlta, úgyhogy kis picikére összecsukható, tényleg bármelyik táskámba belefér, még akár a gyerek kis hátitáskájába is kényelmesen elfér, és még tetszik is neki, hogy egy kis kapszula van nála, bár ő nem játszik ilyesmivel, mert hát azért rózsaszín dolgot nem adunk egy kisfiúnak, úgyhogy ezt anya játéka úgymond. És csak visszacsavarom, és már kész is. Ó, kihagytam a tacsiját, mindegy. Teljesen kis praktikus csomagolása van, és még mutatós is, úgyhogy senki nem gondolná elsőre, mikor meglátja, hogy ebbe egy esernyő van, úgyhogy ez számomra nagyon megérte. A linkjét megtaláljátok a leírásba, bár ez kissé drágább volt, mint amennyit én adnék egy esernyőért, de a csomagolása miatt, meg hogy ilyen picike és mutatós, számomra megérte, tehát szerettem volna mindenféleképpen egy strapabíró esernyőt, főleg itt Angliában, hogy állandóan esik az eső. Úgyhogy igazából ennyi, és ennyi is lenne mára. Ez mind, amit rendeltem, a linkeket megtaláljátok a leírásba. Arra figyeljetek, hogyha magyarországi címmel regisztráltatok az eBay-re, valószínű, bolttól függő, hogy a postaköltség ingyenes, esetleg számol fel, úgyhogy erre felhívom a figyelmeteket. Nekem minden ingyenes postaköltsége volt, mivel hogy én Angliába rendeltem ezeket a dolgokat, és csak azért rendeltem, mert minél hamarabb kell. Tehát én eBay-ről csak akkor rendelek, hogyha valami sürgősen kell, mint legutoljára ugye Gabriel babakocsijának letört a kereke, úgyhogy azt kellett sürgősen, úgyhogy 2-t kaptam is 3 nap alatt. Úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve, bár hangsúlyozom, tényleg én csak akkor rendelek, hogyha sürgősen kell valami, úgyhogy ennyi volt mára, legyetek jók, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!